Steven Spielberg pályájának egyik legnagyobb szabású műve igazi kocka mennyország, no de a popkulturális utalások felfedezésén túl is kínál kalandot? Már is kifejtjük. A jövőben olyannyira lepukkant a valóság, hogy az emberek java az Oázis nevű virtuális birodalomban tölti az ideje nagyját, legyen az tanulás, szórakozás vagy úgy általában a létezés. Ezen a rendszeren lóg a teljesen átlagos Wade Watts is, aki a félvilághoz hasonlóan szintén benevez arra a versenyre, melyet a virtuális tér feltalálója Halliday hirdet meg. Ez lesz Halliday utolsó felhívása, ugyanis a mester elhunyt, vagyonát, az Oázist pedig arra hagyja, aki megtalálja azokat az utalásokat, vagy ahogy ő nevezi, húsvéti tojásokat, melyeket a virtuális birodalmában rejtett el. Aztán ami játéknak indul, abból hamarosan élet-halál kérdése, mi több valóságos forradalom lesz. Az 1980 után születettek generációjában kétféle embertípus létezik. Az első csoportba azok tartoznak, akik kintöltötték szabadidejüket mindenféle testmozgással, és vannak azok, akiket a szakirodalom szobagyereknek nevez. És stigmái ellenére a szobagyerekségnek vannak tagadhatatlan előnyei is, hiszen fűtött szobában még senki nem fázott meg, vagy törte ki a bokáját megcsúszva egy sáros pocsolyában. Jó, erre persze lehet azt mondani, hogy kockázat nélkül nincs játék vagy kaland, de ezt csak azok mondják, akik nem képesek három szót a megfelelő sorrendbe tenni. Kaland, játék, kockázat. Ők pedig a szobagyerekek, ez pedig az ő filmjük. Az Ernest Klein által szerzett Ready Player One megjelenésekor legalább annyira megosztó volt, mint Dan Brown Da Vinci kódja. Rajongói feltétel nélkül imádták a világ legmenőbb geekjének nevezett Klein könyvét, a kicsi, de annál szenvedélyesebb ellentábor pedig ki nem állta a szerintük unalmas cselekményt, amely az elmúlt 35 év popkultúrájának tapétája próbált lenni. A szintén akkoriban megjelent a Marsihoz hasonlóan ezt a regényt is gyorsan felkapta Hollywood, és ahogy Andy Weir könyve Liszkothoz, úgy került a Ready Player One egy talán még legendásabb rendezőhöz, Steven Spielberghez. Ami a regényváltozatot illeti, a Ready Player One elolvasása után kb. Úgy érezhetjük magunkat, mint egyszeri művészettörténész a fentebb emlegetett Dan Brown könyv végén. Látszik, hogy a szerző penge a 80-as években készült videójáték, film, zeneszent háromságban, de ezen felül a regénye nem túl mélyen szántó, főleg nem akkor, amikor pont az próbál lenni, és az Oázison kívüli világot írja le felemelt mutatóujjal, társadalomkritika jelleggel. A könyv akkor van igazán elemében, amikor csak ponyvának mutatja magát. A film pedig határozottan jobb, mint a könyv. Igen, törő mondatot hallhattatok, de tényleg így van. Ennek a történetnek bizony sokkal jobban fekszik a vizuális felület, főleg ha ilyen kreatívan és ekkora örömmel töltik meg. Ráadásul kétségkívül az eredeti geek Steven Spielberg a legmegfelelőbb ember egy ilyen regényadaptáció levezénylésére. Miközben látszik, hogy kisújjában van a megidézett kor, a könyv már-már enciklopédikus tudást kívánó cselekményét még azok számára is érthetővé teszi, akik a Marvel filmek sztoriánál nem nagyon mennek messzebb azért, hogy esetleges tudásszomjukat oltsák. Igen, ha szőrszálhasogatók akarunk lenni, akkor a Ready Player One a popkultúra avatárja, hiszen a sztori Oázisba játszódó része bizony motion capture technikával készült. CGI az egész, lehetne rá mondani fintorogva, de mégis mi más adhatná vissza ezt a világméretű virtuális világot? Ez az egész film célja, hogy elmerülj ebben a 2,5 órányi virtuális kalandban, melyben autók ütköznek elképesztő módon, hatalmas robotok csépelik egymást, és közben úton útfélen kiszúrhatsz valami vagányságot. Az efféle eszképizmusban mindig is Spielberg volt a legjobb. Az első óra, amelyben megismerkedünk a pozitív hősökkel és a szintén az Oázisra hajtó gonosz nagyvállalat embereivel, ugyan kívánja az odafigyelést, de a hátralévő idő tényleg csak egy nagy kaland, melyre minden érzékszervünkkel rá tudunk tapadni, még ha közben kissé el is sikkadnak a karakterek. Spielberget ugyan nem szokták Tarantino szintű idézetbajnoknak nevezni, filmjeiben azonban ő is szeret beállításokat, motívumokat újra felhasználni másoktól, és nem meglepő módon ebben a vizuális mashup-ban sincs ez másképp. Ha akarjuk, van benne egy egészen csipetnyi csillagközi invázió, egy kis szellemírtók, és persze Spielberg saját életműve is szépen visszaköszön, éppen úgy, ahogy a film szkórját szállító Alan Silvestri sem felejt el lépten-nyomon emlékeztetni, hogy ő írta a Vissza a jövőbe zenéjét. Mi pedig örömmel emlékezünk. Ha nem a tudományos fantasztikum új alapvetését várva ülünk be a Ready Player One-ra, akkor végig szórakoztat majd, még akkor is, ha nem ez lesz a Spielberg életmű legértékesebb darabja. És ha tetszett, akkor a DVD-t is érdemes lesz beszerezni, hogy ki tudjuk kockázni, melyik popkulturális ikont nem vettük észre elsőre.